mert sokan nagyon kemény önfejlesztő munkával érik el a kellő magabiztosságot, de olyanok is akadnak, akiknek szükségük lehet egy kis plusz segítségre. Igen, ehhez nyújt segítő jobbot Marozsák Szabolcs, az ország egyetlen női önbizalom trénere. Szia, üdvözlünk itt. Szia, a stúdióban. Szia, köszöntünk nálunk. Sziasztok, köszönöm a meghívást. Először is tisztázzuk akkor ezt a fogalomkört, hogy mi is tulajdonképpen a feladat egy önbizalom trénernek. Egy önbizalom edzőnek vagy trénernek a feladata az, hogy önismeret növelésén keresztül, önértékelés növelésén át növelni az önbizalmát egy hölgynek, aki úgy gondolja, hogy szüksége van rá. Mielőtt önbizalomedző lettél, korábban céges szervezetfejlesztési tanácsadó voltál. Az itt szerzett tapasztalatokat, azt hogyan tudtad később hasznosítani a mostani munkádban? Hát nyilván egy cégnél még több ember dolgozik, mint egy ember, ugye? És ott alapvetően egy cégnek az eredményessége azon múlik, hogy mennyire teljesítenek jól a munkatársak. És ugye azok a munkatársak nyilvánvalóan nem teljesíthetnek jól, akinek nincsen önbizalma. Ott láttam meg ennek a fontosságát, és akkor is más okoknál fogva, amit nyilván nem fogok most itt elmondani, más okoknál fogva döntöttem úgy, hogy elindulok ezen az úton. És kifejezetten nőkkel foglalkozol. Kifejezetten nőkkel. Ez hogy alakult? Miért pont őket választottad? Miben mások ők? Igazából két fő oka van. Az egyik az, hogy a hölgyek, ugye ő sokkal kommunikatívabbak alapvetően saját magukkal kapcsolatban, talán már túlzásba is viszik, hiszen egy dolgot megbeszélnek minden barátnőjükkel, utána újra az egészet még egyszer, és újra, addig, amíg el nem múlik az a probléma. A második, a férfiak nyilván kicsit zárkózottabbak, a hölgyek emiatt nyitottabbak is, hajlandóbbak megmutatni azt a gyengébb oldalukat, vagy azt a problémájukat, amit a férfiak kevésbé. És akkor könnyebb egy kicsit a nőket így útba igazítani? Tehát ez is benne van, hogy velük könnyebb együtt dolgozni? Nem tudom, mert csak nőkkel foglalkozom. Nem is keresett még meg egyébként férfi? Hát de ebben igen, próbáltak lefizetni, de nem. Nem, tehát alapvetően nem. Tehát most már 10 éve dolgozom ebben, ahogy dolgozom. De 10 éve tartom hivatásomnak ezt a dolgot. Viszonylag sok hölgyel találkoztam már ilyen tekintetben, nagyon sokan írnak nekem, nagyon sok előadást tartottam, nagyon sok tréninget tartottam, de arra is sok példa van, hogy személyes, mondjuk azt, hogy konzultációkon keresztül, személyes önbizalom edzésen keresztül találkozom velük. És ilyenkor hogyan tudod felmérni, hogy az adott hölgynek melyik területen kell leginkább fejleszteni az önbizalmát? Mert ugye önbizalomvesztés lehet mondjuk család tekintetében, munkahely, karrier. Hogyan lehet ezt fölmérni? Van erre valami módszered? Igen, van egy tesztem, amit én kidolgoztam 10 évvel ezelőtt. Ezt most már több mint 40 ezer hölgy töltötte ki az interneten keresztül, illetve ez a teszt nagyon jól felkutatja azt a hölgy esetében, hogy melyik életterületével van leginkább problémája. De megdöbbentő módon, tehát amikor én elkezdtem ezzel foglalkozni, azt gondoltam, hogy azért itt feljön a gyerek kérdés, feljön a pénz kérdése, feljön a család kérdése, de 99,95%-ban sajnos a párkapcsolat az, amivel hozzám fordulnak. És akkor először felkutatod azt, hogy honnan eredhet ez az önbizalomvesztés? Tehát először egy kicsit a múltról beszélgettek, ilyen sebződésekről. Ezt én csak így képzelem. Igen. A fejembe, és utána pedig gyakorlatok is vannak? Igen. Tehát, ahogy mondtam, az önismeret az elsődleges kérdés. Tehát, amikor valaki nagy bajban van, akkor ugye nagyon fókuszál egy adott problémára, mondjuk a párkapcsolatra, és igazából annyira fókuszál rá, hogy beleesik ebbe a érzelmi negatívum halmazba, amiben él. És az első kérdés az, hogy egyáltalán megnézni azt, hogy a hölgy mit gondol, mi a problémának az oka. Általában nem az a problémának az oka, amit gondolom, mert ha az lenne az oka, akkor már nem lenne az a probléma. És igazából a kérdés az, hogy mit is gondol ő arról, hogy szeretne élni, ugye az egyik elsődleges kérdés. A másik kérdés pedig az, hogy egyáltalán az érzelmek, mint olyanok, mennyire érti, hogy mi az, hogy érzelem, ő milyen érzelmi szinten van, milyen érzelmi tónusban van az életével kapcsolatban, ennek a megértetése vagy megismertetése az elsődleges dolog, és utána már elindulhat a dolog tovább.
nem a múltban válkálunk, azt mondom, hogy gyerekkorában mi volt, meg az egy másik szakma, azzal nem foglalkozom. Engem nagyon érdekelne, hogy mi van a ló túloldalán, hogy van-e az önbizalomnak egy egészséges felső határa. Mert például, mondok egy személyes példát, független attól, hogy férfi vagyok, én fiatal koromban sokszor megkaptam, hogy nagyképű vagyok, én meg inkább csak úgy fogalmaztam, hogy lehet, hogy egy túlzó önbizalmam van. Szóval, hogy van-e esetleg ennek negatív hatása valakinek túl nagy az önbizalma? Igen, ugye, hát itt az önbizalomnak a fogalmát lenne érdemes meghatározni, ami egy tök egyszerű dolog szerintem, hogy az embernek akkor van önbizalma, amikor úgy érzi, hogy halad egy olyan állapot felé az életében, amire vágyik, hogy elérje. Amikor úgy érzi, hogy nem halad, akkor nincs önbizalma, amikor úgy érzi, hogy halad, akkor van önbizalma. Azt mondja, hogy ki hogy viselkedik, annak nem mindig van pont konkrét összefüggése az önbizalommal, mert meg lehet játszani a egyik oldalát, és meg lehet játszani a másik oldalát is. Maga az érzés, hogy hogy érzi magát az életében, nyilván mindannyian voltunk már úgy, hogy jött egy kellemetlen helyzet, vagy egy veszteség, vagy egy kudarc, akkor mindenkinek az önbizalma csökken. Mikor úgy érzi, hogy halad a felé a dolog felé, amit szeretne elérni, akkor mindig nő. És mennyire jellemző az, hogy melyik a jellemzőbb az, hogy az élet több területén kiegyenlítődik az, hogy mondjuk megjön az önbizalmunk, tehát akár munkában, családban vagy párkapcsolatban, vagy pedig az, hogy ha az egyikben mondjuk túlteng az önbizalom mondjuk a munkában, akkor kevesebb a nem tudom, a magánéleti részén. Hát én úgy látom, hogy ha bármelyik életterületén van előrelépés, akkor az húzza a többit, ha bármely életterületén van pici hátralépés, az húzza visszafelé az összes többit. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél hozzánk, és én nagyon remélem, hogy minél több hölgy kapott önbizalmat ettől a beszélgetéstől. Köszönjük, hogy itt voltál. Én köszönöm szépen.